Mindent, amit tudni akartál a Nőklapja szerzőiről, a cikkek mögött meghúzódó történetekről, azt most nem félünk elmesélni. Mi nőklapjások. 8 éves voltam, amikor először megkaptam az első naplómat, ez ilyen igazi rúspiros úttörő napló volt, csak olyat lehetett kapni a 80-as években, és én elkezdtem írni, és gyakorlatilag nem hagytam abba a mai napig. A nagymamámtól szedtem ezt a technikát, mert ő így élt, hogy írt és olvasott, és egyébként tanítónő volt, és én mindent tőle tanultam, amit tudok az írásról, meg a történetekről, meg a könyvekről. Nagyon szeretnék csak írni, de pont az a fajta vagyok, aki nem bír egy helybe ülni, tehát én állandóan megyek, gyakorlatilag 30 éve vagyok újságíró is. Ezért aztán egyfolytában mehetnékem van, nagyon nehezen veszem rá magam, hogy leüljek és írjak, ezért aztán már jó régen jelent is meg könyvem, de pont 20 éves idén a Terézanyú, ami megalapozta gyakorlatilag azt, hogy én miért is írok. Az Állítsátok meg Terézanyút az, hát az szinte napra pontosan így nyáron jelent meg, 2002-ben is örökre megváltoztatta az életemet. Húsz éve kérdezik, vagy mindig mondják, hogy olvastalak a Nőklapjába, nagyon jó volt. És ez azért vicces, mert én még soha nem írtam a Nőklapjába. Soha. Most kezdtem el. Van egy saját rovatom is. Most indult, és 2 hetente lehet olvasni. Az a címe, hogy Ha szeretsz. És azért ez a címe, mert én az elmúlt 20-30 évben nagyon nőügyes lettem, rengeteg nőt ismerek ebből az országból, megkockáztatom, hogy talán érdemben a legtöbbet, mert elmondják nekem a Terézanyú könyvek kapcsán, meg a Terézanyú pályázat kapcsán, és azért szeretnék a saját rovatomba ezzel foglalkozni, tényszerűen, hogy például miért van az, hogy sokkal kevesebb nő van a tudományos pályán, sokkal kevesebben vannak a politikában, azzal együtt, hogy Magyarország az EU élvonalában van például abban a tekintetben, hogy sokkal több nő tanul tovább nálunk, és sokkal eredményesebbek, mint a férfiak, és mégis kevesebbet keresünk. Tehát közel 20% az, amennyivel kevesebbet keresünk, és ezt nagyon-nagyon sokáig tudnám folytatni. Tényszerűen nagyon sok területen vagyunk hátrányba, és nekem 2 kislányom van. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb része az életemnek, hogy tudjak tenni azért, hogy nekik már ne kelljen azokat a csatákat megvívniuk, amiket nekem, meg neked, meg a kedves olvasónak naponta kell megvívniuk, és tudom, hogy még sokszor tisztában sem vagyunk vele, hogy mennyire nem igazságos ez, és hogy ezen muszáj változtatni. És én azt határoztam el, hogy akkor beszéljünk erről egy olyan módon, ami szórakoztató, de figyelemfelkeltő, és mindenek fölött személyes. És ezt szeretném átadni a rovatomba, a Ha szeretsz-be, hiszen ha szeretsz, akkor szeretnéd megérteni, hogy miért így működnek a férfiak és a nők, és miért így működünk együtt, vagy éppen nem működünk együtt. Úgyhogy ez az én vállalásom most.